Ha azt halljuk, hogy egy patológus értékeli a leleteinket, legtöbben biztos meglepődünk, hiszen a patológiáról mindenkinek leginkább a korbonctan jut az eszébe. Holott ma már tulajdonképpen, amikor valakinek valamilyen betegsége lesz, akkor a patológus a legelején áll az egész diagnosztikus munkának, hiszen akit ma Magyarországon vagy bárhol a világon megoperálnak, a műtét során eltávolított szövetek vagy akár citológiai vizsgálattal vett minták, azok mind-mind a patológus kezéhez kerülnek. Tehát a legelső dolog, amikor valakinek ilyen problémája van, hogy egy patológus megvizsgálja a szövettant vagy a citológiai mintáját a betegnek, és megmondja először is a pontos diagnózist, tehát hogy konkrétan mi baja van az adott betegnek. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ma már mondjuk a korbonctolástól a patológia eljutott oda, hogy azon kívül, hogy mondjuk egyrészt megmondja a diagnózist, tehát az, hogy konkrétan mi baja van a betegnek, nagyon sok információt ad arra vonatkozóan, hogy mondjuk milyenek a betegnek a túlélési kilátásai, és utána pedig amellett arra, hogy milyen kezelésben kell részesülnie a betegnek. Tehát lényegében az, hogy kap-e kezelést a beteg, vagy nincs szükség egyáltalán kezelésre, és az, hogy milyen típusú kezelést kap, az mind-mind részben a szövettani diagnózison alapszik. Most az, hogy egy ilyen terápiára például fog-e reagálni a beteg, nagyon sok esetben a szövettani vizsgálat után végzett úgynevezett molekuláris patológiai vizsgálaton alapszik. Számtalan ilyen terápia van már emlődaganatokban, tüdődaganatokban, vastagbélrákban, a pigmentált bőrtumorokban, a melanómákban, és ezekre vonatkozóan a terápiás érzékenységet az adott mutációknak a kimutatásával, ezekből a betegből eltávolított szövetekből a molekuláris patológiai laboratóriumban végezzük. Ez jól látszik, hogy a patológia igen gyorsan fejlődik, rengeteget fejlődött az elmúlt 1-2 évtizedben. De hová tud fejlődni, illetve milyen értelemben tud, hiszen a betegségek száma nem gyarapodik olyan őrült mértékben, és 20 évvel ezelőtt is felismerték a betegségeket. Azt szoktam mondani a orvostan hallgatóknak, akik most járnak hozzánk egyetemre, hogyha egy olyan szakmát szeretnének választani, ahol a legkorszerűbb 21. századi technológia a leggyorsabban változik, akkor jöjjenek patológusnak. Aki ma szakorvosi képesítést szerez, az biztos lehet benne, hogy 5 év múlva a tudását meg kell, hogy újítsa, újra kell tanulnia a saját szakmáját. Borzasztó gyorsan fejlődik a patológia, pedig ez egy nagyon konzervatív tudomány volt, 200 évig szinte ugyanazt az elvet alkalmazta, megismertük, most már 200 évig ismerjük azt a 200 féle emberi rosszanatú daganatot, és ez így ment a 21. századig, még nem egyszer csak egy nagy robbanás történt, ami nem is a patológiában történt először, hanem a sejtbiológia, a biológia és a genetika forradalma, és ez megérkezett a konzervatív patológiai osztályokra is. Tehát sokkal nagyobb valószínűséggel felismerheti, vagy beazonosítható az a bizonyos betegség, vagy az a sejttípus, és ilyen módon hatékonyabban gyógyítható? Hát önmagában attól, hogy pontosabb a diagnózisunk, nem lesz könnyebben gyógyítható egy daganat. Ez a probléma, ez itt volt az elmúlt néhány évtizedben, hogy például a daganatos betegségek gyógyítása hát elért egy bizonyos szintig, és az nem tud tovább fejlődni, mert azok a bizonyos sejtosztódás gátló gyógyszerek valamekkora hatékonysággal kezelni tudták a különböző típusú daganatokat, de igazán nem volt személyre szabott a kezelés, kialakultak úgynevezett tényeken alapuló orvostudományi evidenciák, protokollok, amiket lehetett alkalmazni, és mindenki ugyanabba a boxba, ugyanabba a cipőbe kellett, hogy belebújjon. Ugyan nem érdekes, hogy ő nő vagy férfi, fiatal vagy idős, sárga vagy barna bőrű. És akkor kiderült, hogy amit a patológus egyforma szövettanilag azonos daganatnak képzel, az tulajdonképpen egy hihetetlen sokszínűséget takar, és ami legfontosabb, genetikailag is nagyon sok arcú lehet a betegség. Tehát ugyanaz a mikroszkóp alatti megjelenés alatt 5-10-20-30 féle betegség is lehet, mindegyiknek más-más jellemzője van,
Ez önmagában még nem segítene a betegeken, de az már igen, hogy megjelentek olyan gyógyszerek, amelyek ezt a genetikai sokszínűséget ki tudják használni, és azokat a génhibákat, amik egy-egy ilyen betegségben, daganatban benne vannak, szelektíven és hatékonyan tudják kezelni és korrigálni a hatását a betegben. És innentől kezdve nagyon is érdekes lett annak a kérdésnek a pontos megállapítása egy adott beteg mintája esetében, hogy az ő daganata milyen sajátosságokkal rendelkezik. A génhibák ugyanazt jelentik, mint a genetikai hajlam? Bizonyos hibák hajlamosítanak bennünket betegségek kialakulására, és ezt ideje korán észrevennénk, könnyebb volna a megelőzés? Nem a betegségre hajlamosító géneket, amik minden testi sejtünkben benne vannak, hanem abban a megváltozott szövetben keletkezett új genetikai sajátosságokat vizsgáljuk és firtatjuk, mert a probléma az volt a úgynevezett citosztatikus vagy sejtpusztító terápiákkal, hogy az nem nagyon tett különbséget a beteg szövet és a normális szövet között. Viszont a genetikai, a daganatok vagy a bizonyos betegségekben megváltozott génekre lehet olyan terápiát tervezni, amelyik csak a beteg szövetet pusztítja, és nagyon kicsi mellékhatása van a normális szövetekben, mert azok a genetikai sajátosságok a normális szövetekben nincsenek jelen, csak a kóros szövetben. Ez teremtette meg igazán az alapját annak, hogy úgy mondjuk célzott terápia születhessen. És így eljutott a patológus oda, hogy bár sose látja a beteget, vagy nem látja, nagyon ritkán látja a beteget, mégis akár még abban is tanácsot tud adni, hogy melyik az a legjobb gyógyszer, amivel az ő betegségét kezelni lehet. A labordiagnosztikai eszközök és a patológiai vizsgálatok fejlődése tehát jelentősen felgyorsította a diagnosztizálás idejét, és sokkal pontosabb eredmények alapján kezdődhet el a célzott terápia, de mindez csak akkor lehet hatékony és hosszabbíthatja meg az életünket, ha felelősséget vállalunk önmagunkért, és rendszeresen eljárunk a szűrésekre, hogy időben kiderülhessen, ha probléma van. A műsor támogatója az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete és az okosgyógyszer.hu.